Már dolgoznak a szakemberek az új szekszárdi ügyeleti központ kialakításán. Itt az egykori BM klubban kap helyet a felnőtt és a gyermekorvosi ügyelet, valamint egy állandó gyermekházi orvos, és a védőnői szolgálat is ide költözik majd. A legnehezebb dolog a két szintnek a kiváltása vas betonfödém fallal, két szinten keresztül egy alátámasztással kellett megoldjuk, és ki kellett szedjük egy tartófalakat. A február óta tartó munka most 23%-os készültségnél jár. A teljes kivitelezés 273 millió forintba kerül, aminek a legnagyobb részét pályázaton nyerte a város önkormányzata, egy kisebb részt pedig a miniszterelnökség ajánlott fel, így a fejlesztés nem terheli a költségvetést. Fontos célként tűztük ki, hogy olyan épületeket töltsünk meg élettel, amíg jelenleg használaton kívül vannak, és ez a volt BN Klub, ez tipikusan ez az épület volt, amelyet az államtól ingyenes használatba kaptunk meg. Nagyon figyeltünk arra, hogy szekszárdiak vegyenek részt a fejlesztésben. Így néz ki az ügyeletnek most helyet adó épület a Vörösmarty utcában. Ezt az ingatlant már nem lehet 21. századi igényeknek megfelelően fejleszteni. Ács Rezső szekszárd polgármester azt mondja, az új központ kialakítása illeszkedik abba a koncepcióba, amelynek során az elmúlt években háziorvosi rendelőket újított fel és épített az önkormányzat, az alapegészségügyi ellátást fejlesztve. Ebbe a tervbe illeszkedik a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő megépítése is, ám azt a projektet az Éljen Szekszárd frakció és a helyiek közül néhányan többször megpróbálták leállítani. Én őszintén remélem, hogy a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő is azért meg fog valósulni. Mindenféle akadályt az ellenzék, az egyfős többség kitalált, hogy megakassza a fejlesztést. Most éppen a alkoholi temetőt vérnek ott a helyszínen feltalálni. Tehát szó nincs természetvédelemről, meg ilyenekről, mint amit az előző akadályoztatásban mondtak, de igazából ezzel az ügyeleti központ orvosi rendelő kórház hármassal lenne igazán teljes az a koncepció, amelyet itt a helyszínen mi elképzeltük. A Szabó Dezső utcába az a két háziorvosi praxis költözne, amelyek most itt a Kadarka utcában a kollégium épületében találhatóak. Jól látszik, hogy itt a betegeknek mindössze egy szűk folyosón kialakított váróterem áll a rendelkezésükre, és parkoló sincs a rendelő előtt. Ehhez a két körzethez 4500 hely tartozik. Az ő 21. századi ellátásukat szolgálná a Szabó Dezső utcai rendelő, ami elképzelhető, hogy az Éjjel-Szekszárd folyamatos támadásai miatt nem tud majd megépülni. Az ahhoz szükséges forrást ugyanis szintén pályázaton nyerte a város, aminek lassan lejár az elszámolási ideje. Az ingatlan egyébként hasonló készültségnél tarthatna, mint az ügyeleti központ, mindkettő esetében ugyanis februárban került sor a munkaterület átadásra. Az Ybl Miklós utcába tervezett új ügyeleti központot várhatóan 2021. februárjában vehetik használatba a szekszárdiak.